Az elsőcések mára jól megszokott tantermükben tanulnak. Egy hétig, amíg a felújítás nagyobb bontással, porral is járó munkái zajlottak, addig az iskola Zrínyi utcai könyvtárában rajzternében tartották nekik az órákat. A gyerekek feje felett, a tetőn még dolgoznak a szakemberek, de ez már nem zavarja a tanítást. Néhány nap és befejezik a munkát. Az időjárás egy kicsit besegített, hiszen kötelezővé vált a munkák elvégzése a beázások miatt. A tetőhéjazat cseréje történik éppen a régi világháborús pala után végre kátrány zsindei lapok kerülnek fel, amik biztosak lesznek. Az eres csatornarendszert átépítik, teljesen újat kap, illetve a nyílászárókat végig kicserélik, ajtókra és ablakokra vonatkozik mindez. A korszerűsítésre az önkormányzattól kapott közel 5 millió forintot az iskola. Még tavaly szavazta meg a bizottság a pénzt, de az időjárás miatt csak tavasszal álltak neki a munkáknak a kivitelezők. A város tavaly és idén is 90 millió forintot különített el karbantartásra, felújításra. Igény az rengeteg van, tehát nagyon sok probléma van a városi intézményekben. Itt elsősorban bölcsödék, óvodák és iskolákról beszélünk. Kevés olyan intézmény van, akik olyan szerencsések, mondjuk, mint a Paragvári Általános Iskola vagy a Nagy Lajos Gimnázium, ahol komplett iskola felújítás volt az elmúlt években, és nincsenek ilyen apró cseprő hibák. A Rákóczi Ferenc utcai épület az Zrínyi iskola alsó tagozatosainak ad helyet. 1929-ben építették. Néhány éve modernizálták a fűtési rendszerét. Kicserélték a nagy épület födém szerkezetét is. Ugyanakkor a teljes, átfogó felújítás, ami például az épület hőszigetelését jelenti, várat magára. Ez hozzávetőleg 40-60 millió forintba kerülne.